Tegnap Budapesten volt egy stadion átadás, hát ennek örömére itt Zánkán is egy sportlétesítmény műszaki átadása történt meg. Mi is ez valójában, polgármester úr? Hát ez gyakorlatilag ugye az MLS által kiírt műfüves labdarúgó pályák elnyert pályázatnak, illetve hát annak a végeredményen ennek a műfüves pályának volt ugye az átadása, most a műszaki átadása, amikor is hát látszik, hogy a kivitelező a megfelelt minőségben határidőre elkészítette, és hát én úgy gondolom, hogy ez egyébként összességében a védő külső kerítéssel, amit plusz szintén 70%-os támogatással 1 millió forintért utólag sikerült még hozzá úgymond pályázni, ezzel együtt 15 millió forintba került, tehát 5 millió forint volt úgy összességében a önkormányzati támogatás, ez is 10 millió visszanemtérítendő támogatást kaptunk. Épp most beszéltem a műszaki ellenőrrel, hogy talán még van lehetőség egy pár lelátónak a utólagos és szintén hasonló konstrukcióban, tehát támogatott, 70%-os támogatottsággal való beszerzésére. Én úgy gondolom, hogy azt az 1-200-300 ezer forintot, ami még elszükséges, a testület támogatni fogja, amennyiben van még ténylegesen rá lehetőség. És hát én azt hiszem, hogy ezzel Budapesten stadiont avattak, ez zánkai léptékkel legalább akkora, mint Budapesten egy stadion, hiszen hát nyilván a léptékek teljesen mások. Tehát én azt hiszem, hogy a füves nagy futballpálya, ahova egyébként szeretnénk visszahozni a foci meccseket, mert ugye azért mi azért alakítottunk Zánkán foci csapatot, hogy helyben legyenek a foci meccsek, és helybéli gyerekek játszanak a foci csapatban. Tehát van egy nagy füves pályánk, egy aszfaltozott kézi kosárpálya, és hát focizni azon is lehet, és hát ez úgy gondolom egy minden igényt kielégítő kispályás kupákat rendezhető, vagy alkalmassá tévő létesítmény készült el, és egyébként a Klik hozzájárulásával egy immár államosított iskola területén, de a falu lakossága és az itt sportolni vágyók nyilván megfelelő feltételekkel leszabályozottan, de használni fogják és használhatják ezt az új létesítményt. Én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős előrelépés volt a sport területén. A gyerekeknek, felnőtteknek, mindenkinek azt hiszem egy nagyon jó és plusz lehetőséget fog biztosítani. Mindenképpen. Említette a polgármester úr, hogy a háttérben látható üres területen esetleg felállítanának még lelátókat. Ez mobil lelátó lenne, vagy fixre? És mi lenne még a hátralévő munkálat? Hát még elég elhanyagolt, illetve hát tereprendezés szempontjából sima a terület, de gondolom be lesz füvesítve majd. Hát be kell füvesíteni nyilván, hát ez most műszaki átadás volt, itt a múlt héten még munkagépek dolgoztak. Ha ilyen is időjárás, akkor most füvesítjük, hanem akkor egy hónap múlva ősszel, de én azt hiszem a mostani sajnos csapadékos, ez azért mondom sajnos, mert a standi bevételeink azok elmaradnak a tervezettől és a vártól. Nyilván ezt füvesíteni kell, a tereprendezett részt. A lelátók azok, hát azok gyártmányként egybe lehozzák, és hát nyilván megfelelő megoldással ezeket rögzíteni kell egyébként, de nem egy helyszínen készített acélszerkezetről, hanem előre gyártott acélszerkezetről van szó. De hát ezt még nem tudjuk, hogy van-e ilyen lehetőség, én úgy gondolom, hogy az műszaki ellenő úr tájékoztatása szerint van még erre lehetőség, és ha van, akkor úgy gondolom, hogy akkor. Tehát itt azért még vannak feltételes, azért beszélek erről feltételes módban. A Zánka TV figyelemmel kísérte az építkezést kezdetektől fogva, akkor még nem esett szó arról, és most nagy megelégedésünkre vettük észre, hogy itt villanykandeláberek is vannak, tehát itt esti mérkőzésekre is sor kerülhet. Igen, ez hát az eredeti pályázatban is ez így volt, tehát azt már így kértük, hiszen hát az idősebb korosztály az nyilvánvalóan délután esti órákban jobban ér rá, vagy jobban ráér, és hát ősszel korán sötétedik, tehát adott esetben este is ugye ide el lehet jönni egy-egy barátságos labdarúgó meccset lefolytatni. Nagyon modern anyagokkal készült és modern technológiával ez a műfűves pálya. Úgy tudom, hogy ez egy olyan speciális műfő, ami nem teszi tönkre a ruhát, a sportruházatot, aminek gondolom a szülők örülnek leginkább, valamint az esővízelvezetés is nagyon praktikusan lett megoldva. Hát ez nyilván, ez jelenleg az általunk, meg hát egyáltalán a szakemberek által ismert legkorszerűbb kivitelezési technológiákat tartalmazza, tehát egy ledrénezett
ugye a drénezés az a csapadékvíz talajvíz elvezetését biztosítja, tehát nem fog tocsogni adott esetben esőben sem ez a pálya. Ugye gumi morzsalékkal van felszúrva, ezt két hetente gerebjézni kell, karbantartani kell, évente egyszer teljesen áttisztítani, és hát ugye azt azért mindenkinek felhívom figyelmét, hogy megfelelő tiszta, nem sáros cipővel lehet, tehát ide azért külön kell egy kis nylonzacskóban hozni egy sportcipőt, amivel ezen a pályán lehet focizni. Gondolom külön koordinálva lesz, hogy kik és mikor jöhetnek ide a pályára. Természetesen ez nyilván igazgató úr feladata lesz ennek a szabályozása, illetve a beosztása, hogy ki mikor, nyilván az igényeket figyelembe véve. Még egy kérdés, polgármester úr, mikor lesz az ünnepélyes átadás, és lesz-e valami színvonalas nyitómérkőzés? 13-án lesz tudomásom szerint sportköri gyűlés, ahol a sportkör vezetőjével már a futballszakosztály tartja akkor a közgyűlését, akkor egyeztetni fogjuk, és én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy térségi, tehát a Nivegyvölgy, Zánka, Szepezd, a környékbeli csapatok részvételével egy ünnepélyes avató tornát is nyilván rendezni fogunk ezen a pályán. Hát ehhez kívánunk akkor jó sportolást! Én Zánka talán csak néző okosának leszek, de egy kezdő rúgásig még talán be tudok én is állni. Köszönjük szépen!